Jó napot, doktor úr. Csóka. Régen láttam. Talán pont 4 hete, nem? Este a vendéglőben. Ja. Nagyon szép volt. Köszönöm szépen. Maga is nagyon elegáns volt. Képzelem. Letelt a szekundáns idő? Nem. Nagyon szép felesége van. Köszönöm szépen. A maga barátja is nagyon jó képű. Mindenáron beszélni akart velem. Ő vitt oda, én nem szoktam ilyen drága helyekre járni. Úgy aztán beszélgettünk. Értem. Maga most haragszik rám? Miért haragudni? Hát, hogy mi is pont oda mentünk. Ez egy nyilvános hely, nem? Szabad mindenkinek oda menni, aki győzi pénzen. És akkor mostanában nem is látom majd magát. Az lehet. Mégis haragszik. Te úgy haragszol. Csak lehet, hogy elutazom hosszabb időre. Vidékre? Nem. Külföldre. Hát azért csak nem megy el örökre. Ugye? Örökre? Nem. Nem hiszem. Tudja, nem könnyű. Nem könnyű elindulni. Hát akkor minden jót. Mi van? Nem indul? Nem. Ez se indul könnyen. Várj, betollak! Kösz. Magyar urat, jó? Uram magát, az Isten küldte, elvinne az orvosig? Természetesen, tessék beszállni. Köszönjük szépen. Garami Dezső vagyok, újságíró. Ferivel beszélt? Igen, a riportra jöttem. Ó, a legjobbkor. Na, menjünk. Beülök a gyerek mellé. Csúcsriport lesz. Amíg az orvoshoz érünk, meghallja, siessünk! Köszönöm veled, hogy nagyon jól vittem. És a feldühítesz, egyszerűen leszúrlak. Én meg nagyon jól futottam. 1500-on. Pardon. Ez az? Uh-huh. Visszaviszem a kosarat. Ülj csak be a pénztári térkép nélkül csukott szemmel is visszatalálok. Bárcsa? Hol a táskám? Hát benhagytad a kozmetikába. Ó, asszonyom, most mehetünk vissza. Ha nem hagytam a kozmetikában, itt volt az ülésem, most vettem ki belőle az előbb a pénztárcámat. Te elmentél virágért, és itt hagytad a nyitott kocsit. Drága kis virág. Most mit csináljuk? Na, hívjuk a rendőreit.